Györte a gyógynövénykertjében állok, és most téptem le ezt a virágot, ami nincs teljesen kinyírva még. Megnézik, gyönyörű lilás színű. Ez a fekete nadájtő nevű növény. Biztos nagyon sokan ismerik, hogy mindenféle ízületi problémára ajánljuk, külsőleg, belsőleg nem, tehát nem készítünk belőle, vagy ha készítünk, akkor azt külsőleg használjuk. A tinktúráját ajánlom, és van belőle kenőcs is. A térdre, könyök, nyakizületre, csípőizületre használjuk külsőleg, tehát be kell kenni a reggel, délben, este, ahányszor csak van kedve az embernek, be kell kenni a fájdalmas területet, és nagyon jól csillapítja a fájdalmat, és szünteti a panaszokat. Azon kívül mondjuk töréseknél is használjuk, a népi neve forrasztófű egyébként ennek a növénynek. Fekete nadájtő, jegyezzék meg. Minden jót kívánok, vigyázzanak magukra!